Biztonságban az utakon. Első alkalommal szervezett a rendőrség közlekedési témanapot a Kressz Parkban. Büszkeségünk. Több mint 100 kiváló versenyeredményt elért diákot jutalmaztak meg a Gotthárd iskolában. Könyvadomány. Menekülteket segítő egyesülettől kapott ukrán nyelvű köteteket a Berzsenyi könyvtár. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Először szervezett közlekedési témanapot a Szombathelyi Rendőrkapitányság a társszervekkel közösen csütörtökön a Kressz Parkban. Az volt a cél, hogy a bemutatók, ügyességi pályák és tájékoztatók révén javítsák a közlekedési morált és a biztonságot. Több száz gyerek vett részt a programon. Kerékpáros pályán tesztelhették ügyességüket a gyerekek, ittas állapotot szimuláló részegszemüvegben kellett akadályokat leküzdeni, a legkisebbek pedig felpróbálhatták a tűzoltó sisakot. Számtalan játékos, ismeretterjesztő program várta az óvodásokat és iskolásokat a Szombathelyi Rendőrkapitányság első közlekedési témanapján, amit a társszervekkel, a katasztrófavédelemmel, a mentőszolgálattal, az autóklubbal és a Claudius Polgárőr Egyesülettel közösen tartottak. A közlekedés biztonság javítása a társadalom minden tagjának felelőssége van, és ezt nem árt időben megtanulni. Az elsődleges cél az, hogy a közlekedés biztonságot ezáltal ezeken a rendezvényeken keresztül is javítsuk, és megfelelő tudatot a fiatalok és a felnőttek fejében tudatosítsuk azt, hogy amikor kimegyünk az utcára, akkor egy tudatos közlekedést valósítsunk meg, mert hogy mindenkit haza várna. A gyerekek végig mehettek az egyes állomásokon. Itt például megtanulhatták az újraélesztés helyes technikát, és megnézhettek közelebbről egy esett kocsit. Ez egy motoros leszívó, azzal váladékot szoktunk a légutakból leszívni. A biztonsági öv szimulátorban egy rövid lejtőn gurultak le a gyerekek. Benne tart a biztonságos helyben, amit a mérnökök azért fejlesztettek ki, hogy ne törjön el se a kezetek, se a nyakatok, se a lábatok. Megtapasztalhatták, hogy már 5 km per órás sebességnél is mekkora erejű lehet egy ütközés. Meglepődtél? Nagyot Igen. rándultál? Igen, nagyot. Miért fontos bekapcsolni a biztonsági övet? Mit tanultál? Azért, hogy ne essünk előre és megvéd minket. Látványos bemutatón szimuláltak közlekedési balesetet a mentők és a tűzoltók. Az autóba két sérült szorult be, őket kellett feszítővágó eszközökkel kimenteni, majd ellátni. A témanap minden egyes állomásán új közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési ismereteket szerezhettek a gyerekek. Megyei és országos tanulmányi versenyeken sikerrel szerepelt tanulókat jutalmaztak idén is a Gotthárd Jenő általános iskolában. A büszke szülők és tanárok megtöltötték a Szavária mozi nagy termét a Gotthárd csillagok gálán, ahol az iskola minden hatodik diákját emléklappal köszöntötték. Kisiskolások szereplése is színesítette a Gotthárd csillagok idei gálaműsorát. Ötödik alkalommal rendezték meg a nagyszabású díj átadót, amikor nem a tanévzárón, hanem külön köszöntik a záruló tanév legsikeresebb diákjait. A mozi nagy termében fértek el az elismert tanulók és szüleik, valamint pedagógusaik, akik sok odafigyeléssel indították el diákjaikat a sikerek útján. Hiszen ezeket a nagyon tehetséges fiatalokat felkészült, lelkiismeretes, szívvel lelke a pedagógiai munkának élő pedagógus kollégák fedezik fel, és segítik, kísérik az úton. A 2023-24-es tanév a matematika és a sport területén hozott kiemelt sikereket a Gotthárd iskola diákjai számára, de művészeti versenyeken is kiemelkedően szerepeltek. A kiváló versenyeredményt elért tanulókat jutalmazzuk, akik nagyon szép helyezéseket értek el a különböző tanulmányi, sport és művészeti versenyeken. Az idén a megyei dobogós és országos tanulmányi versenyeredményeket elért tanulókat jutalmazzuk, 106 tanulót, akik névre szóló érmet kapnak ajándékban. A szerda esti gálaműsor alkalmával a hatalmas mozivásznon láthatták viszont sikereiket a gyerekek, akik büszkeségünk emléklapot vehettek át az ünnepségen. 8 vasi középiskolából 152 pályamunkát küldtek a Kanizsai Dorottya gimnázium már hagyományos megyei képzőművészeti pályázatára. A díjátadót a művészeti projektnapon tartották, ahol idén az újrahasznosítás és a dizájn volt a központi téma.
Újrahasznosítás és design. Ez volt a hívó gondolata a Kanizsai Gimnázium idei középiskolás képzőművészeti pályázatának és művészeti projekt napjának. Az előbbit 42 éve, az utóbbit 7 éve rendezik. 8 vasi középiskolából összesen 152 pályamunkát küldtek a diákok. 79 alkotást állítottak ki, és 16-ot díjaztak, köztük 5-öt kiemelten. Az alkotások színvonalával eddig is elégedett volt a zsűri, de idén még nívósabb alkotásokat kaptak. Elképesztő módon nyúlnak hozzá az anyaghoz, és ez nagyon tetszik nekünk, a zsűrinek. Nekem személy szerint, ahogy a különböző eszközökkel, a vízfestékkel, a ceruzákkal, a tollakkal, a különböző színező eszközökkel, vagy akár a számítógép segítséget is igénybe véve, én már várom azokat a munkákat majd a következő években, amikor ezek mind egybe érkeznek. A Kanizsai Gimnáziumban nem csak az éves projekt napokon fontos a képzőművészet. Minden iskolának feladata, hogy ne tanórákat tartson, hanem neveljen, oktasson együtt. Ennek nagyon fontos része az, hogy a művészeti nevelés is illeszkedjék az iskola életébe, a mindennapjaiba, hogy egy rajztantárgy ugyanolyan fontos, ugyanolyan meghatározó, mint mondjuk az az érettségi tantárgy, ami mindenkinek kötelező. A díj átadó után az alkotás került fókuszba. Grafikai, festészeti és fotószekcióban is kijelhették kreativitásukat a diákok. A munkához mindenféle eszköz a rendelkezésükre állt. Kavicsoktól kezdve plakátrészletekig, mindenféle nád, fa, hát felületek, amiket meg lehet rajzolni, meg lehet dizájnolni, meg lehet alkotni. A helyben alkotáshoz inspirációt adhattak a kiállított pályaművek, amelyek még június végéig kint is maradnak, és látogathatóak a Szavária mozi aulájában. Ukrán nyelvű könyveket ajándékozott a Litera Egyesület a Berzsenyi Dániel könyvtárnak. A szervezet célja az adománnyal az, hogy az orosz-ukrán háború Szombathelyen tartózkodó menekültjei anyanyelvi olvasmányhoz juthassanak. 91 ukrán nyelvű dokumentum került a Berzsenyi Dániel könyvtár állományába az első magyarországi ukrán egyesület, a Litera jóvoltából. Az olvasnivalók között akadt gyermek és ifjúsági szépirodalom, ismeretterjesztő kiadvány, bestseller, nyelvtanulás segítő szótár és képregény is. Először a Hunyadi úti fiók könyvtárban jelezték az olvasók, hogy szükség lenne ukrán könyvekre. 2022 óta a központi könyvtárban és a fiók könyvtárban is már felmerült igény, hogy ukrán menekülteknek lenne szüksége könyvekre. És hát onnétól kezdve, hogy 2022-ben létrejött a Litera Egyesület, ők támogatják a menekülteket és mindenféle igényüket figyelik, segélyszervezetekkel együttműködve, úgyhogy a Berzsenyi Dániel könyvtár pedig ilyen formában tud segíteni. Közétesszük és az állományunkba feldolgozzuk ezeket a könyveket. A kiadványokat a Litera Egyesület vásárolta Ukrajnában. Az adomány összértéke 500 000 forint. Nagyon jól tudom, hogy manapság minden elérhető az interneten, de teljesen más élményt nyújt a kézben tartott könyv. Az a lehetőség, hogy az Ukrajnából elköltözött emberek a saját anyanyelvükön olvashatnak, nagyon fontos. A Litera Egyesület nem csak a Szombathelyen élő ukránok kulturális igényeit próbálja kielégíteni. Folyamatosan kapcsolatban vannak az itt élő, körülbelül 700 ukrán családdal. Igyekeznek a mindennapi gondjaikkal is foglalkozni. A gyerekeknek szombat délelőttönként oktatást tartanak, táborokat szerveznek nekik. Az Egyesületet képviselő Marina Snitko kiemelte, Szombathely a harmadik olyan magyar város, ahol ukrán nyelvű könyvek kölcsönözhetők a könyvtárban. Kastélysétára invitált a tagjait a Gyöngyös Pinka Répcementi Polgári Egylet szerdán Szombathely déli város részére. Az éppen 10. születésnapját ünneplő civil szervezet rendszeresen tart borvacsora esteket és kulturális programokat. Ezúttal a Gyöngyös Hermáni, a Bogáti és a Zarkaházi kastélyt, valamint a Szentkirályi templomot tekintették meg szakvezetéssel.
A gyöngyös-hermáni Szegedi Kastélynál gyülekeztek a polgári egylet tagjai szerdán délután. Orbán Róbert vezetésével keresték fel a déli városrész nevezetes épületeit. 20-nál is többen vállalkoztak a másfél órás túrára. Gyerekkoromban idézőjelben majdnem itt nőttem fel, és vannak emlékeim. Itt ebben a kastélyban, még amikor az a kastély fénykorában élt a háború előtt, az én nagypapám a Szabó kártész, itt volt uradalmi kártész, vagy nem is tudom, hogy mondjam. A nagymama meg itt volt szakácsnő ebbe az uradalomban. A Szegedi Kastély magántulajdonban van, a végóráit éli. Megközelíteni is alig lehet, tetőszerkezete beomlott, parkját visszahódította a természet. A séta résztvevői a földszinti árkádos helységet nézték meg. Romjaiban is látszik, hogy valaha impozáns volt ez a belső tér. A hagyomány szerint ez római őrtoronyra épült rá. A mostani formájában 1826-ban készült el. Akkor került a szegedi családnak a tulajdonába, Szegedi Károly tulajdonába, előtte a Békásiak, és korábban még számos másik családé volt. Ők aztán utána folyamat, egészen 1989-ig használták, 1989 óta üresen áll. A II. Világháború után a kastélyt a szovjetek vették birtokba, majd teljesen kifosztották. Később állami tulajdonba került, 1989-ig mezőgazdasági kutatóállomás működött itt. A donátorokat ábrázolja. Egy különös, tehát ez érdekes, ebből a szempontból szinte egyedülállónak, egyedülálló, nem hiába került föl a Nemzeti Galériába. A séta második állomása a Szent Királyi templom volt. Orbán Róbert itt a bejárat fölötti lunettára hívta fel a szemlélődők figyelmét, ami a 12. századból való. Eredetiét Budapesten őrzi. A gyöngyös Pinka Répcementi Polgári Egyletnek ez a séta volt a 100. rendezvénye. 2014-ben az Európai Borlovagrend kőszegi legátusának megszűnését követően alakult, a tagság létszáma jelenleg 54 fő. Mi azért vagyunk, hogy ez a nagyszerű kis társaság együtt maradjon, és havi rendszerességgel minden hónap utolsó szerdáján egy ilyen gasztronómiai borástra összeülünk a három térség valamelyik vendéglátó egységében vagy borászatában. Most pedig már az utóbbi időben, 2-3 éve, a hónap közepén, szerdai napokon szintén ezeket a vezetett sétákat az Orbán Róbert barátunk vezetésével tartjuk. A borvacsorák alkalmával kulturális, tudományos témájú előadásokat is hallgatnak, így testüket és szellemüket is frissen tartják. A szerdai séta a Bogáti Festetics kastélyban folytatódott, majd a Zarkaházi Szili kastélyban batyús büfével ért véget. Alig 2 éve újult meg és bővült a Sporttudományi Intézet eszközparkja, azóta nagy sikereket értek el hazánkban és a nemzetközi konferenciákon is az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar oktatói és hallgatói. A kutatásokba élsportolókat is bevontak. Az eredmények a következő generációk ismeretanyagának bővítését is elősegítik. Spinalmaus, stabilometria, spiroergométer. 21. századi igényeket kielégítő eszközparkkal szerelték fel a sportdiagnosztikai laboratóriumot, amely példás összefogás eredményeként jött létre. A sportdiagnosztikai laboratórium újraélesztése nagyjából 1-2 évre tehető vissza. Ihász Ferenc professzor úr segítségével és támogatásával indult az újraélesztés. Korábbi eszközpark mellé egy nagyobb projekt keretein belül sikerült új eszközöket beszereznünk, mint például egy spiroergometrikus futószalag és hozzátartozó mérőműszer. A diagnosztikai eszközöket nem csak a hallgatók, de élsportolók is használják, így még pontosabb és szélesebb spektrumú eredmények születhetnek. Vizsgálják például a testösszetételt és az állóképességet, valamint ezek összefüggéseit. A kutatási anyagoknak köszönhetően nem csak hazánkban, hanem nemzetközi kongresszusokon is öregbítik a város és az oktatási intézmény hírnevét az egyetem szakemberei. Kutatócsoportunk tagjai hazai és nemzetközi konferenciák aktív résztvevői. Az elmúlt évben a legnívósabb európai sporttudományi kongresszuson jártunk, amelynek Párizs adott otthont. Ebben az évben pedig május végén a Magyar Sporttudományi Társaság
konferenciáján adtuk elő az eredményeinket, a kutatási eredményeinket. Nagy öröm számunkra, hogy egyre több hallgatónk kapcsolódik be a tudományos életbe, megismerkednek a labor eszközökkel, illetve az eszközök működésének hátterében lévő sporttudományi elméleti anyaggal, így aztán az oktatóik segítségével, az ő irányításukkal önálló kutatásokat is tudnak végezni. A kutatások célja, hogy az új adatokkal segítsék a még hatékonyabb egészségmegőrzést. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!